Március első hete világszerte az endometriózis hete. Ez a betegség a nőket támadja meg, kései felismerése pedig meddőséghez vezet. Becslések szerint a magyar nők 15%-a szenved endometriózisban, a meddőnők 50%-ánál pedig ez a betegség a hibás. Az endometriózis hete a rendszeres és szakszerű szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet. Sokat köszönhetek, mindent neki köszönhetek. Az orvoson, a Fülöp doktornak és Nyéki doktornak. Az öröm könnyeivel küzdik Marosi Zsuzsa anyuka, miközben korábbi betegségéről beszél. Endometriózis diagnosztizáltak nála, ezért nem tudott teherbe esni másfél éven keresztül. Még időben megműtötték, kislánya Viola most 6 hetes. Az interneten olvastam, és csak reménykedtem, hogy nem ez a problémám. Ahogy olvasgattam a tüneteket, sajnos egyre több tünet hasonlított az enyémhez. És sajnos beigazolódott. Az endometriózis tünetei, fájdalmas menstruáció, erős görcsök, vizelési panaszok, alhasi fájdalmak és hosszas, sikertelen fogantatás. Fél évig, három évig nem sikerül, akkor nem a szerencsét kell várni, meg nem a megfelelő időpontot, meg a csillagok állását, hanem bizony utána kell járni. Az endometriózis egy olyan betegség, amikor a méhüregben lévő nyálkaártya, amit egyébként endometriumnak hívunk latinul, a méhüregén kívül helyezkedik el bárhol máshol. Rengeteg elhelyezkedési formája lehetséges. De bárhol is van a testben, el kell távolítani. Ez ma már pár óra alatt is lehetséges egy speciális lézeres műtéti eljárással. Tulajdonképpen keresztül beviszünk majd egy videokamerát a hasban, és egy monitoron keresztül nézzük a hasüregi eseményeket. Az endometriózisos szövet ugyanúgy viselkedik a méhen kívül, mint belül, vagyis havonta felépül és lebomlik. Csak hogy amíg a méhen belüli szövet a menstruációval távozik a szervezetből, addig a méhen kívüli nem tud, épp ellenkezőleg. Hegesedést, vérrögöket okoz a szervezetben, erős görcsökkel párosulva. Ma minden 10. nő szenved endometriózisban, úgy, hogy nem is tud róla. A betegség kialakulásának okát máig nem ismeri az orvostudomány. Az endometriózisnak rengeteg megjelenési formája van, ebből csak néhányat tudunk ambuláns vizsgálattal észlelni, ultrahanggal, illetve nőgyógyászati tapintási lelettel. Ezeket kell észrevenni, és hogyha ezeket látjuk, akkor mindenképpen valamifajta kezelésre van szükség. Becslések szerint Magyarországon 180 ezer nőt is érinthet ez a betegség, ami időben felismerve visszafordítható, ezért a tünetek jelentkezése esetén ajánlott felkeresni egy szakorvost.